Ha jól tudom, akkor van egyébként nekünk itt két beépített emberünk a közösségben. A Mr. Hungária, akiket mindjárt megkérünk, hogy kicsit segítsenek. Akkor addig nézzük, hogy meg egy picit egy tovább haladva, hogy meg volt az előre, hátratekerés, egylábbal tekerés, hogy mit lehet, hogy csinálni ezt az egyfenek körül. Minél szélesebb körben hirdessük az igényt, hogy kerékpározni, jó, ringázni, fantasztikus, ez a legjobb közlekedési forma. Különböző trükköket kell bemutatni, egy nagyjából ekkora területen is. Biztonsággal, tehát az is nagyon fontos, szeretem is nem hungárja, most egy kis ízelítőt, szintén, hogyha valakinek esetleg tetszik, de még jobb, ez biztonságosan. Tenni úgy, hogy nagyon sok program tulajdonképpen a biztonságos kerekezéssel függ össze. Most egyébként épp mögöttem egy monocikli bemutató van, két bajnok és egy világcsúcs tartó mutatja meg, hogy egy kerekű kerékpárral hogyan is kell haladni. Én is kipróbáltam, de nekem egyáltalán nem ment. Tehát ez nem olyan egyszerű, de majd én a vidám kerek, a vidám kerekezésre ott várva esetleg hátra tekintet arra a tempom irányára, itt már lehet látni bizony, ugyanis hát az az igazság, hogy az egykerekűzés bizony a cirkuszból ered, akármennyire is mivel sportként csináljuk ezt a dolgot, ez cirkusz gyökere, hiszen egy kis biztatást szeretnénk kérni a kollégáknak. Na nézzük, egy ütemes tapsot esetleg próbáljunk meg. Férfi és női kategóriában, illetve az amatőrök is férfi és női kategóriában. Egyébként alapvetően ez egy gyerek. Hoppá! És egy naptassot szeretnénk kérni. Így is van. És fölépítettünk egy magasabb egymenekülési. Ez a junior bike. Na nézzük meg egy kis helyet, kérünk szépen itt a nézők között. 4 évestől 11 éves korig a gyerekek és mindig. Egy kis tapsot meg is szeretnénk kérni, bizony ez nem egyszerű mutatvány. Tehát minden regisztrálás megkapja. Hogy egy kis sirált egymenekül, átételes hajtással van összekötve a kerék.